2018 szeptemberében benyújtott pályázatunkkal sikeresen vettünk részt az önkormányzati tulajdonú bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázaton. Az elnyert összeg megközelítőleg 400 millió forint. Ezért is állhatunk ma itt. A város bölcsödei kapacitása a költözés után a jelenlegi 80 férőhelyről 104 férőhelyesre bővült. A legkisebbek 4 egységben és 8 csoportban kerülnek elhelyezésre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném külön köszönetemet kifejezni ebben a boldog pillanatban most azok felé is, akik tevékenységükkel hozzájárultak ennek az európai szintű gyermekintézménynek a létrejöttéhez. Köszönöm Magyarország kormányának az anyagi segítséget, köszönöm dr. Aracki András országgyűlési képviselő úr támogatását, köszönöm a tervezőknek, akik megálmodták ezt a csodálatos épületet, és köszönöm a kivitelezőknek, akik igazán fantasztikus teljesítménnyel valóra is váltották ezt az álmot. Külön köszönöm a Török Bálinti fejlesztési osztály dolgozóinak a kiemelkedő munkát. Nem hagyhatom említés nélkül a bölcsödékben dolgozók áldozatos munkáját sem, hiszen a kisgyermeknevelők nagyon fontos munkát végeznek, ők azok, akik legféltettebb kincseinket, gyerekeinket óvják, nevelik, amíg mi szülők dolgozunk. Gyermekeink jelentik a jövőt, ők viszik tovább életünk folyamát. Tőlünk tanulnak meg szeretni és gondolkodni. Nekik hagyjuk örökül értékrendünket, a világról alkotott képünket. Rajtuk keresztül maradhat fenn az ezeréves ország a következő ezer évben, úgy, ahogyan elődeink ismerték, és ahogyan mi magunk is alakítottuk. Mindentől és minden áron meg kell tudnunk védeni őket. A bölcsöde az első állomás az úton, ahol az első bizonytalan lépéseket már az anya és az apa folyamatos jelenléte nélkül teszik meg. Nekünk kötelességünk biztosítani, hogy a szeretetben, a fizikai és mentális egészségük fejlődését biztosító közegben tehessék. Tiszta szívemből kívánom, hogy hosszú esztendőkig vidám gyermekzsivaj töltse be ezeket a tereket. Török Bálint talán Pest megyik legdinamikusabban fejlődő települése. Képes volt a megfelelő feltételeket előteremteni ahhoz, hogy itt álljunk, és egy bölcsödét avassunk, egy olyan bölcsödét, amely most a megszemlézése után azt az érzést kelti bennem, hogy talán az ország legkorszerűbb, legszebb és legbarátságosabb bölcsödéje. Én azt kívánom, hogy ezt a gyerekek is érezzék, és örömmel járjanak ide. A szülőknek is örömet fog ez okozni, ez kettős öröm, hogy el tudják hozni a gyereket, és a másik öröm, amikor elmennek a gyerek nélkül. De ez csak a vicc kedvér, a humor kedvér mondom, mert a gondolatuk mindig itt lesz a gyerekek között és gyerekek irányában. És ezt a családi szeretetet, ezt a családközpontú szemléletet szimbolizálja ez az átadandó bölcsöde, az, hogy számunkra a gyermek, a jövő nemzedéke, az ő nevelésük, az ő gondozásuk, az ő lelki gyámolításuk az első. Én nagyon örülök ennek, hogy itt lehetek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Török Bálint és a kormány együttműködésében részt vehettem, és ez a bölcsőde megvalósult az itt idejáró gyerekek örömére és a szülők megnyugvására. Az elmúlt évtizedben hazánkban folyamatosan bővülhettek a bölcsődei férőhelyek. A Török Bálinti bölcsőde nevével szólva azt mondhatjuk, hogy apró, de biztos léptekkel haladunk, amelynek eredményeiről az utóbbi 13 esztendő számai nyújtanak nekünk tájékoztatást. Több más mellett például az, hogy ma már háromszor annyi, mint egy 1030 településen biztosított a bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Ugyanebben az időszakban pedig mintegy 85%-kal növekedett a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon. Bár Török Bálinton most hivatalosan befejeződött az építkezés, azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy jelenleg közel 10 000 félőhely kialakítása zajlik ma Magyarországon. Török Bálintnak az életében ez egy igen-igen jelentős nap, hiszen ahogy polgármester úr beszédében is elhangzott, a régi bölcsöde, ami Széleskertben helyezkedik el, 41 év után adja át a stafétát ennek az új intézménynek.
És hát az elmúlt jó pár cikluson, amelyen keresztül képviselő voltam, ez folyamatosan napirenden volt, hogy új bölcsődét építsen a település, illetve vagy építsen, vagy felújítsa a régi bölcsődét. A régi bölcsődének a felújítás olyan horribilis költség lett volna, hogy gyakorlatilag egy újat tudtunk ebből építeni, és egy új helyen, egy új, talán jobban megközelíthető helyen, tényleg egy 21. század, és ahogy itt elhallott a beszédekben is, tényleg talán Magyarország egyik legmodernebb bölcsődéje került most átadásra a török bálintiaknak, és a török bálintiaktól élő lakók és gyermekeknek.